Miközben már menetelnek vízilabda klubcsapataink a nemzetközi kupákban, a sportág adó pénzekre pályázik, sőt 14 milliárdos tervével a legnagyobbat álmodta. A pólócentrumban lenne egy 4500 nézős, 50 méteres fedett, egy hasonló paraméterű nyitott uszoda valamint legalább három tanmedence. Az a ráadásul sportcsarnokká volna alakítható órák alatt. Póló körkép, játéktól pénzekig és víziókig, Kemény Ferenc utánpótlási igazgatóval. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, Ö, Azt mond meg, hogy hogy mit tudsz arról, hogy mennyi pénzt igényelt összesen a, a vízilabda ebből a társasági adóból? A különféle pályázataival 68 pályázata volt a vízilabda ezoknak. Én konkrét és biztos számot nem tudok mondani, de legjobb információ, ami szerint 500 milliót össze. Ez a másik dolog, amit felvetettél, ez az Uszoda létesítése azon a helyen, ahol a szándék, látszik, nagyon jól látszik. Megyeri hídról beszélünk. Hát a Megyeri hídtől elegendően messze, és megítélésem szerint egy olyan 50 évre van szükség, hogy egy gyerek oda el tudjon jutni. Tehát semmiféle közlekedési lehetőség pillanatnyilag nincsen aznak a területnek a megközelítésére. Tehát egy fantasztikus uszodáról van szó, egy elképzelhetetlenül alkalmatlan helyen. Tehát ezzel a pályázattal szándékait illetően egyetért, ezt már mint, hogy szükség volna erre a Nemzeti Úszoda Centrumra, és ezt régóta mondod, na de nem ott ezek szerint. Hát természetesen, hanem Budán. Ha nem Budán. Rengeteg hely van például az Árpád híd, budai hídfője körül, Óbuda, tele van csodálatosan szép környezettel és nagy területekkel, és a budai oldalon nincs úszoda, a Duna másik oldalán rengeteg úszodánk van, idézőjelben de Fecsóba azt mond meg nekem, hogy ki döntött erről a pályázatról, ugye ez egy szövetségi pályázat, te ott utánpótlási igazgató vagy. Hát mit tudtál erről a pályázatról? Vagy hogyan döntötték el, hogy hol legyen ez a helyszín, amire pályáznának? Direkt információim nincsenek. Bizonyára a, szöve, a elnökségi ülésem fölmerült esetenként, de a kivitelezés végrehajtása, bonyolításba egyáltalán nem vettem részt tulajdonképpen nem is a dolgom, de a szakmai véleményem az, hogy amilyen nagy szükség van uszodára, annyira nincs szükség azon a területen. Hát egyszerűen a, a megközelíthetetlensége miatt kizárólag rendezvényekre nagyon jó lenne, de hogy egy gyerek, egy tíz éves gyerek... Életvitelszerűen kellene ezt életvitelszerűen használni. Életvitelszerűen lejárjon egy héten tízszer oda, hát az képtelenség, mert egyszerűen megközelíthetetlen a hely. Tehát itt a szövetség nagyot álmodott, de nem jó helyre. De nem hiszem, hogy ez a lényeg, még nem történt semmi. Ez csak egy döntési lehetőséget kell megragadni, hogy áttegyük egy másik területre. Te bízol abban, hogy, hogy összejöhet a kormány támogatása magára a beruházásra, most ne a helyszínről beszéljünk, ilyen nyomasztó foci fölény közepette? Én nem hiszem, hogy egyik kizárja a másikat. A labdarúgása is természetesen, miután a népszerűsége nagyon-nagyon nagy, óriási szükség van, de a vízilabda is egy világon minden földrésze nagyon elterjedt játék, és a népszerűsége Magyarországon is óriási. Tehát ennek a szükségessége, most már nem is beszélek az úszodának az egészségügyi vonzatáról, hogy ilyen értelemben milyen szükség lenne, hogy a magyar gyerekek megtanuljanak úszni, hanem egyszerűen a budai oldalon nincs a pólóhoz, a magyar pólóhoz méltó úszodó. Mit gondolsz, mekkora esély van hogy ez most megvalósulhat? Én Szép dolog a pályázat, de vajon lesz-e támogatás? Én nagyon bizakodom, miután gondolom az elhatározást egy előzetes felmérés előzte meg, ami alapján bizonyára megvannak a források erre a beruházásra. Miután fontosak a szimbólumok és fontos a tradíció, főképpen az éppen erre alapuló magyar vízilabdában, ezért arra volnék kíváncsi, hogy ha rajtad múlana, te kiről neveznéd el a magyar póló úszodáját? Hát, az nem könnyű. Az én számból rosszul hangzana, ha elmondanám azt, amit én gondolok, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Gondoljak, amire gondolok. Igen. Ö Menjünk egy kicsit közelebb a medencékhez, a már meglévő medencékhez. Igen. Klubcsapataink nemzetközi szereplése eddig, ugye selejtezőkörök voltak, mind az Euroligában, a Szegednek kellett bizonyítani, mind pedig az Eurókupában részvevő csapatoknak. Hogyan látod az eddigi teljesítményeket? Az eddigi teljesítmények szinte kifogástalanok, és én nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a folytatás is nagyon jó lesz ugyanis kölcsönhatás van a válogatott és a klubcsapatok szereplése között. Amelyben a klubcsapatok eredményesek, az pozitív értelemben hat a válogatottra, mert amikor a válogatott megjelenik egy gyönge hazai klubszereplés követően, mínusz 3-4 négy indul. Tehát minimum 0 nullról kellene indulni, null a nulláról. Mert legyen. a lelki támasz hiányzik? Nem, hanem annyira a megítélése. Uh -huh amelyben a klubcsapatok nem úgy szerepelnek, ami, amire szükségünk lenne, abban az esetben már a nemzetközi közvélemény, pólós közvélemény behelyezi a magyar pólót a megfelelő helyre. És Itt akkor nézzük például a bíráskodást ilyenkor, nem? Hát arról nem beszélve, hogy az elsőrendű következménye, ahogy odaáll a játékvezető, nem mindegy, hogy milyen előzetes információ és gondolatokkal áll oda a partra. Nézzük a Honvédot, az ő sikerüknek mennyivel növeli az értékét az azt megelőző járvány hullám Erre Arra is azért is kíváncsi hogy mert ilyesmire magad személyesen csapataidnál láttál példát, amikor ledönti a kóra játékosokat is úgy kell játszani? Vagy utána kell? Én nem találkoztam hasonló a helyzetben, nem voltam soha szerencsére semmelyik csapatommal, de az én ismereteim szerint amikor már vízbe kellett most szállniuk a fiúkra, akkor már a világon semmi gond nem volt. Uh -hát. Na minden esetre nem lehetett ez kellemes. Ö ebben a honvédban, a nemzetközi porondon mekkora potenciál? Remélem hogy, remélem hogy, végig tudnak menni. Azért reménykedem benne, mert az is egy óriási jelentőségi dolog, az az konkrétan a Honvéd esetében, hogy külföldi játékosok nélkül játszanak. Na ez az, szóval neked ez a száz magyar csapatépítési filozófiája tetszik? Egyértelműen pozitív, de a kérdés nem ennyire egyszerű, a, a helyzete a magyar kluboknak nem ennyire egyszerű. Miután teljesítményorientált elvárást fogalmaznak meg a klub tulajdonosok, végül is másodrendű dolog fogyatkozik az a gondolat, hogy most magyar játszik, vagy külföldi játékos a csapatban. De ugyanakkor a válogatottra való hatásánál óriási különbség van, mert a külföldiekkel van tele tűzzelve egy klubcsapat, honnan válogasson a kapitán? Euroliga, Eger, Vasas, Szeged, ezek a csapatok kiegyensúlyozott jó mezőny, ha csak a magyarokat nézzük, a három magyar csapatot, na de a többiekkel összehasonlítva juthat-e annyira három jó magyar csapat, mint hogy a három jó magyar csapatból összerakott hát egy vagy másfél vagy kettő, szóval érted szólt? Szóval vannak jó csapataink, de egyre több, csak sokan meg azt mondják, hogy ettől meg az a két nagy sztár csapat hiányzik, amit mondjuk megcsinálnak Olaszországban. Szerencsés esetben amelyben a sorsolás kedvezően alakul a bajnok csapatok küzdelmei során, miután ugye négy kalapba helyezték a csapatokat, a négy-négy csapatot, és kiemelnek mindegyikből egyet-egyet, és újra kialakul a négyes csoport, azon múlik, hogy esetleg a, ke a rajtnál, a szerencsés sorsolás folytán jó rajtot vesznek el, ugyanis csak az első kettő jut minden csoportba tovább. Tehát, hogyha nem jutsz a kettőbe, egy bitang erős csoportba kerülsz, akkor már elszáll minden reményed arra, hogy bármi történjen. Azt követően pedig már egy újabb sorsolás követően oda-vissza mérkőzések vannak, és ott már bármi lehetséges. A kemény fecsóféle fogadóirodában melyik ö, magyar klubcsapatot adod a legjobb ott szal? a nemzetközi porondon? Ez hát Ez nyilván így a hazai a sorsolás előtt. Én a BL-be mind a három csapatnak azonos esélyt adnák, és talán mind a hárman a nyolcig juthatnának. De mondom, nem elképzelhető az a visszás helyzet is, hogy egy csoportba kerül a három magyar csapat. Hát reméljük, hogy nem így lesz. E, nem. Akkor visszatérünk, amikor már többet tudunk, jó? jó és akkor nem megnézzük nem. az eddigi jóslataidat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És köszönöm.